Ez a Híradó 8 órakor, az M1-en kontra György vagyok. Jó reggelt kívánok! A vírus elleni védekezéshez elegendő eszközünk van, és a védekezéshez szükséges 10 milliárdok is folyamatosan rendelkezésre állnak. Ezt a miniszterelnök mondta a Kossuth Rádió Jó reggelt Magyarország című műsorában. Orbán Viktor azt is mondta, hogy még nem léptünk át a csoportos megbetegedések időszakába, de ez valószínűleg be fog következni. Hangsúlyozta, jól döntött a kormány, amikor az intézkedéseket már a járvány korai szakaszában bevezette. Nem igaz, hogy nincs elegendő eszköz, mindenből van elegendő eszköz a mostani fertőzési szinthez. De miután nagyobbra készülünk, ezért nekünk most többet kell venni, mint amennyi az adott pillanatban szükséges annak érdekében, hogy amikor majd tömeges lesz a járvány, akkor mindenkinek jusson ezekből az eszközökből. Van egy felhasználási sorrend, amit az operatív törzs előírt, hogy először az egészségügyi ellátásban dolgozóknak fogjuk majd odaadni a maszkokat, meg a szükséges eszközöket, aztán a közbiztonságban dolgozó embereknek, aztán a közigazgatásban dolgozó embereknek, tehát nem csak raktárra gyűjtjük az eszközöket, hanem amikor majd tömeges lesz a járvány, akkor a kiosztásnak is van egy világos rendje, hogy ki milyen sorrendben fogja ezt megkapni. De mindenből van elegendő. Tegnap a pénzügyminiszterrel is beszéltem, átnéztem a számokat, mennyit költöttünk eddig, mennyit fogunk költeni. Továbbra is az a helyzet, hogy a pénzügyminiszter felülről nyitott kasszával dolgozik, a védekezéshez szükséges 10 milliárdok azok folyamatosan rendelkezésre állnak, és folyamatosak a beszerzések. Újabb magyar állampolgároknál és egy iráninál mutatták ki az új koronavírus fertőzést. Ezzel 85-re nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Olvasható a koronavírus.gov.hu oldalon. Az oldalon azt írják, hogy Magyarországon is már bárhol jelen lehet a vírus. A szakemberek azt mondják, a tömeges fertőzés lelassításához nagyon fontos, hogy az idősek, a diákok, és aki teheti, az maradjon otthon, és mindenki tartsa be a szabályokat és az ajánlásokat. A Fidesz frakció arra kéri az országgyűlést, hogy mielőbb adjon felhatalmazást a kormánynak a koronavírussal összefüggésben elrendelt veszélyhelyzet meghosszabbítására. Kocsis Máté azt írta, a Fidesz parlamenti frakciója támogatja a kormány javaslatait a járvány elleni küzdelemben, és készen áll arra, hogy a parlament jövő heti ülésén megszavazza a veszélyhelyzet meghosszabbítását. Hozzátette, hogy erre kérik a többi parlamenti pártot is. Láthatatlan ellenség ellen harcolunk, ezt hangoztatják az orvosok és a politikusok. És éppen ezt teszi igazán nehézé a védekezést. Azt kellene elhinnie és elfogadnia mindenkinek, hogy hiába nem lehet látni az utcákon a vírust, ettől még ott lehet, és bárki elkaphatja a fertőzést. Az operatív törzs adatai szerint már több mint 3000 esetben rendeltek el házi karantént, de sokan vannak, akik nem tartják be a szabályokat, és elhagyják a lakásukat. Ezért tovább szigorítják az ellenőrzést. Volt egy hölgy, aki egy pénzintézetbe bement, és kérte, hogy engedjék a sor elejére, mert hogy ő hatósági házi karanténban van. Aztán volt olyan hölgy, aki a rendőrségen feljelentést tett, mert elvesztett, vagy bejelentést tett inkább, mert elvesztette a pénztárcáját, és a jegyzőkönyv felvételével egy időben kiderült, hogy egyébként ő is hatósági házi karanténban kellene, hogy tartózkodjon. Természetesen ilyen esetben telefonon ugyanúgy megtehető a bejelentés, vagy akár egy e-mailben, mintha személyesen bejött volna. A kormány is arra kér mindenkit, hogy aki teheti, maradjon otthon. Erről a kormány szóvivő beszélt a ma estében. Szentkirályi Alexandra úgy fogalmazott, ez a helyzet áldozatot kíván mindannyiunktól, önmérsékletre van szükség. Hozzátette, a kormány fontos döntéseket hozott, de kell minden magyar ember segítsége is. De ez mind kevés lesz az egészségügyi dolgozók munkája mellett is akkor, hogyha mi nem tartjuk be azokat a szabályokat, aminek most a központi üzenete az, hogy maradjunk otthon, és amennyi időt csak lehet, töltsünk otthon, és távol egyébként mindenféle csoportosulástól. Tehát ez nem kiküszöbölhető és megúszható ebben a helyzetben sajnos. Maradj otthon kampányt indított a Petőfi Rádió is. Arra kérik a hazai zenészeket, hogy írjanak olyan dalokat, amelyekkel rá tudják venni a hallgatókat, hogy maradjanak otthon. Több alkotás már elkészült. A dalokat folyamatosan játsszák a Petőfi.
Lezárták Szerbia szárazföldi határait, az áruforgalmat kivéve senki nem léphet se ki az országból, se be az országba. A korlátozás a közúti, vasúti és folyami közlekedést is érinti. Tegnap lezárták a belgrádi nemzetközi repülőteret is. Csak kereskedelmi és humanitárius szállítmányok érkezhetnek a főváros légi kikötőjébe. Arcmaszkos, felfegyverzett katonák járják Belgrád utcáit. Szerbiában szerda óta kijárási tilalom van érvényben, este 8 és reggel 5 óra között tilos kilépni az utcára. A legveszélyeztetettebb 65 évnél idősebb korosztály tagjai viszont egyáltalán nem hagyhatják el az otthonukat. A tilalom megszegőit akár 150 ezer dináros, több mint 350 ezer forintos bírsággal is sújthatják. Akit pedig karanténra köteleznek, de megszegi a szabályokat, 3 év börtönbüntetést is kaphat. Csütörtökön lezárták a belgrádi nemzetközi repülőteret. Határozatlan ideig egyetlen utasszállító repülő sem fordulhat meg itt. Alexander Vučić államfő csütörtökön bejelentette, péntek reggel 8 órától lezárják a balkáni ország szárazföldi határait. Még a szerb állampolgárok sem léphetnek se ki, se be. A belgrádi kormány szerint ugyanis a járványt elsősorban az a 70 ezer szerb terjesztette szét az országban, akik a hét folyamán Nyugat-Európából hazatértek otthonaikba, tacára annak, hogy a hatóságok kimondottan maradásra kérték őket. Az áruforgalom kivételeivel senkit sem engedünk be Szerbia területére. Nem mondhatom, hogy állampolgáraink okozzák a problémát, hiszen az a jelenlegi helyzetből fakad, de 71.180 állampolgárunk lépett be az országba, magyarázta Alexander Vučić. A szerémségi Maród határátkelőjéhez vezényelték a katonaságot. Karanténsátrakat állítottak fel annak az 500 szerb állampolgárnak, akiknek bár nincs állandó szerbiai lakcímük, mégis hazatértek a járvány miatt. A regisztrált koronavírusos fertőzések száma csütörtökön meghaladta a 100-at Szerbiában. A kormány szerdán 18 új lélegeztetőgépet vásárolt Egyiptomból. És ott van tudósítónk, Varga Gergely a magyar-szerb határon, Röszkénél. Néhány percet, tehát hivatalosan is lezárták a határt a szerbek. Mit tapasztalsz most ott a határon? Jó reggelt kívánok, köszöntöm a nézőket. Igen, meg kellett, hogy történjen a határ lezárása. Egyelőre a személyforgalom szempontjából semmit nem tapasztaltam, viszont ahogyan ez elhangzott korábban a felvezetésben is, gyakorlatilag azért kellett elrendelni ezt az intézkedést, mert ez a 70 ezer fő hazaérkezett a Nyugat-Európából, és gyakorlatilag nem tudták betartani velük szemben azokat az intézkedéseket, amit el szerettek volna rendelni. Tehát, hogy abban a két hétben, 14 napban vagy 28 napban otthon tartózkodjanak, annak ellenére sem, hogy esetleg magas pénzbüntetést vagy esetleg magas szabadságvesztést szabtak volna ki velük szemben. Azt talán reálisabb képet mutat itt a Röszke autópálya határátkelő helyről, hogy mekkora kamionsor van, hiszen mi most körülbelül 1 kilométerre állunk a Röszke autópálya határátkelő helytől, de hogyha ide átfordulok, tehát az 1 kilométert, hogyha beleszámoljuk, mögöttem még nagyjából egy olyan 3-4 kilométeres sor állhat, de nem látom a végét, úgyhogy nem szeretnék becslésekbe bocsátkozni, de ez azt jelenti, hogy körülbelül 5 óra hosszát kell várakozni itt a Röszke autópálya határátkelő helyen. Egyelőre úgy tűnik, hogy a kamionosok elég nyugodtan várakoznak. Most nem mozdult a sor, talán még az átengedés addig szünetel, ameddig nem állnak át erre az új rendszerre, hogy a személyforgalmat nem engedik, hanem csak a teherforgalmat. Egyébként mi is találkoztunk azzal, hogy például a Budapest-Liszt-Ferenc repülőtérről transferbuszokkal hozták a szerbeket ide a Röszke autópálya határátkelő helyre, és ők itt leszálltak, vagy kiszálltak a buszokból, és gyalogosan kellett átkelniük. Úgyhogy az is indokolt, hogy a repülőtereket lezárják. Varga Gergelynek. Egyelőre köszönjük szépen, de a nap folyamán kapcsolunk majd még Röszkére, hogy mi a helyzet a magyar-szerb határon. Tegnap megbeszéltük, ma megoldottuk, így jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter közösségi oldalán, hogy a szlovák és a magyar hatóságok újra megnyitották a komáromi határátkelőt a két ország állampolgárai számára. Így nem kell mintegy 100 kilométert kerülniük a térségben élőknek. A két ország külügyminisztere tegnap este tárgyalt egymással, a megállapodás értelmében pedig ma reggel 6 órától tehát újra közlekedhetnek a magyarok és a szlovákok Komáromnál.
Már 30 kilométeres a kamionsor Csanádpalotánál. A keddi határzár miatt ugyanis sok bolgár és román vendégmunkás rekedt Ausztriában, akik éppen úton voltak hazafelé. Számukra a magyar kormány lehetővé tette, hogy átkeljenek az országon, egészen a csanádpalotai határátkelőig. A teherautóknak ma reggel már 8 óránál is többet kell várakozniuk a csanádpalotai autópálya átkelő kilépő oldalán. Az egyszeri külön engedéllyel bíró bolgár és román vendégmunkások kisbuszokban, személyautókban, konvojokban érkeznek folyamatosan a határhoz. Az átjutáshoz azonban még nekik is 3 órát kell várakozniuk. Kijárási tilalmat rendeltek el az amerikai Kalifornia államban péntek éjféltől kezdődően. A rendelet szerint csak akkor hagyhatja el otthonát a több mint 40 millió kaliforniai, ha élelmiszert vagy gyógyszert vásárolnak. A délnyugati állam kormányzója szerint ugyanis a következő 2 hónap során akár minden második ember, tehát 20 millióan kaphatják el az új koronavírust Kaliforniában, ha nem vezetnek be szigorú korlátozásokat. Az Egyesült Államokban eddig több mint 14 ezeren fertőződtek meg, és 205-en vesztették életüket a járványba. Kalifornia az első állam az országban, ahol ilyen szigorú intézkedést léptettek életbe. Az állam kormányzója éjféltől rendelt el, hogy mindenki maradjon otthon. Ez majd 40 millió kaliforniaira vonatkozik, akik csak halaszthatatlan dolgaik elintézésének idejére hagyhatják el otthonaikat. Történt ez azután, hogy a vírusfertőzöttek száma mára meghaladta az 1000-et, és majd 20-an vesztették életüket eddig, csak ebben az államban. Azt, hogy ez a rendelet meddig marad érvényben, egyelőre nem közölték. A cél továbbra is az, hogy lassítsák a vírus terjedését. Országos karantént rendeltek el Argentínában. Ha 44 milliós ország lakosai még dolgozni sem mehetnek, csak élelmiszerért és gyógyszerért hagyhatják el otthonaikat. A hatóságok felelősségre vonják a tilalom megszegőit, amely alól azonban kivételt jelentenek az orvosok, ápolók és rendőrök. A dél-amerikai országban már korábban bezárták az iskolákat és lezárták a határokat, valamint korlátozták a légiforgalmat is. Jelenleg Argentínában 128 koronavírussal fertőzött személy van, és 3-an vesztették életüket.